Ha nincs lelakatolva, egyszerű a mozdulat. Egy emelés és már is szabaddá válik a vízórakna. A benne lévő mérőeszköz önmagában értéktelen, a szerkezetet színes fém tartalma miatt lopják el. Ez azonban pár száz forintnál nem ér többet. A tulajdonosnak viszont annál nagyobb a bosszúság. Megfigyelhető, mondják a rendőrök, hogy túlnyomó részt lakatlan ingatlanokból, illetve hétvégi házakból, hobbi kertekből viszik el az órákat. A sértettek pedig sokszor csak hetek múlva veszik észre, hogy ellopták a vízórát. Ez az egyik jó megoldás a védelemre. Itt kutya őrzi a portát, de sok helyen kerítés sincs, megkönnyítve a tolvajok dolgát. Fontos nagyon, hogy a vízóra aknát esetleg vaspánttal is lakattal rögzítsék le, nyilván ezáltal is megakadályozva és megnehezítve a tolvajnak a dolgát. Nagyon fontos, hogy amikor hosszabb időre hagyják magára az ingatlant, ez ugye igaz akár nyaralókra, hétvégi házakra, de akár akkor is, hogyha hosszabb időre utaznak el nyaralás céljából vagy pihenni, hogy megkérjék a szomszédokat, illetve a szomszéd portákon élőket, hogy figyeljenek egymás telkére, portájára, hiszen így nagyon-nagyon nagy mértékben megkönnyíthetik a rendőrség dolgát is egy időben észlelt jogsértő cselekmény kapcsán. A rendőrség azt kéri, hogy aki betörés nyomait észleli, a helyszín megváltoztatása nélkül, a lehető legrövidebb időn belül tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 107-es vagy 112-es segélyhívó számok valamelyikén.